A kiskörösi NKSZ-ese U17-es csapata az országos korosztályos bajnokság harmadosztály G csoportjában szerepel a 2023-24-es szezon során. A gárda legutóbb március 25-én lépett pályára, amikor hazai környezetben mérkőztek meg a Gézengúz UKC együttesével. Ez egy rangadónak számított, hiszen a bajnokságban a Kanocsa közvetlenül mögöttünk áll, tehát ők a másodikok, tehát egy igazi rangadóra készültünk. Izgultunk is nagyon, hogy milyen játékerőt képviselnek most. Bíztunk a sikerben. A kiskörösi, valamint a kalocsai lányok játékát is gyorsaság jellemezte, azonban már az első félidőben jelentős előnyre tett szert a hazai együttes, így 23-16-os eredménnyel vonultak pihenőre a csapatok. Bíztam benne, hogy megint csak az erőfölény, az állóképességbeli különbség azért majd kikerekedik. Ez meg is történt, tehát ezt próbáltam beléjük súlykodni, amit láttam már az első fél időben, hogy fussunk vissza, tehát ne bambuljunk el, úgymond, hanem tessék koncentrálni végig, hamarabb fölvenni az ellenfelet, nem a saját hatosunkon, hanem már a félpálya közepén. Ebbe talán egy nagyon picit előre tudtunk lépni a második fél időben. A találkozó végül 44-33-as gólarányú kiskörösi győzelemmel zárult, így az együttes megszerezte a 2 pontot, melynek köszönhetően továbbra is veretlenül vezetik a bajnoki tabellát. Ez a mai nap ez azért is volt különleges, mert hogyha ma nyerünk, akkor 100%, hogy elsők vagyunk. Tehát most a maradék 2 meccstől függetlenül megnyertük a bajnokságot, tehát gyakorlatilag egy bajnokcsapat vonult le most a mai mérkőzésről. A kiskörösi NKSZ-ese U17-es csapata legközelebb április 21-én lép pályára a Délvidék KSE Csávoly otthonában, az utolsó hazai mérkőzésre pedig április 24-én kerül majd sor, amikor a Bácsalmási PVSE együttesét fogadják.